press start. Jó estét kívánok! Ismét itt a kezdőkör, a Székesfehérvári Médiacentrum, a Fehérvár TV sportos kibeszélője, amelyben vendégünk a stúdióban az Asztaltársaságnál Kaiser Tamás, visszatérve a Havas Lejtőkről. Ismételten itt van Farkas Szilárd és Németh Krisztián kollégám is, és hát ilyenkor ugye ilyen laza, könnyed poénkodással szoktunk kezdeni, meg olykor végig is visszük vele a műsort. Most azonban egy meglehetősen szomorú hír kapcsán kell először beszélnünk, hiszen tegnap egy olyan olimpiai bajnok távozott, aki nagyon fiatal volt, még tényleg megdöbbentően korán szólította el a sors, úgyhogy biztos titeket is megrázott, még akkor is, hogyha tudtuk, hogy Csolány Szilveszter ugye december óta kórházban van. Milyen személyes emléketek van róla, vagy hát a versenyzéséről? Nyilván a Sydney olimpiai bajnoki cím volt neki ugye a pályafutása csúcsa, de hát ugyanúgy világ és Európa bajnoki aranyérmes is volt. Hát Sydney volt szerintem az utolsó olyan olimpia, ami sok szempontból szerintem még igazán élvezhető volt, és még viszonylag talán közelebb állt a sporthoz, mint a pénzhez. Ha mai viszonylatban tekintünk vissza, hogy mondjuk 84-ből nézünk előre, akkor nyilván egészen más. Az volt tényleg az olimpia, még Sydney, amit tényleg ez a mai fiataloknak szerintem tök elképzelhetetlen, hogy örültünk, hogy volt. Tehát én nagyon menő volt, amikor volt egy olyan walkmanem, amin rádiót is lehetett fogni, és akkor azon keresztül hallottuk, és hát, hogy hallgattuk. Magyar idő szerint hajnali, meg teljesen lehetetlen időpontokban, hiszen a világ másik felén rendezték, ugye? Így van, de ugye egy része belecsúszott az iskola időszakba, úgyhogy azért az maradandó volt, meg tényleg, amikor hajnalban, tényleg akár hát másik olimpiai bajnokunk Sydneyből, aki már nincs közöttünk, ugye Igali Diana. Ő Athénben lett olimpiai bajnok, de... Sydneyben akkor ezüstérmes volt? Tehát Sydneyben is hallgattuk, azt tudom, igen. Mert Athénban már nem jártam gimnáziumba. Az biztos, úgyhogy... Hát ugye szomorú, hogy őt is a koronavírus vitte, tehát gyakorlatilag ezt a két olimpiai bajnokot gyászoltuk itt az elmúlt hónapokban. Így van, úgyhogy szerintem tehát mindenki örjöngött, és tényleg hát... Tornát azért kevésbé követők számára egy mindenképpen egy óriási meglepetés volt, meg abban a tekintetben is egy élmény volt, hogy azért Csolány Szilveszter egy olyan személyiség volt, egy viszonylag laza, közvetlen figura volt, aki tényleg a tévéképernyőn keresztül is nagyon-nagyon lehetett szeretni. Nekem egyértelműen nyilván ez a része, amellett persze egy olimpiai bajnok, de hogy tényleg annak a Sydney olimpiának az egyik legkedvesebb nevezőki figurája volt, aki tényleg azt érezte, amikor nyilatkozott, hogy mintha ismernéd. Uh-huh. Ti emlékeztek a gyakorlatára, vagy megnéztétek? Most én persze megnéztem most, hogy volt a szomorú hír, és mindenhol feljött az a bizonyos közvetítés. Én nem néztem meg, annál is inkább, mert én rádióban hallgattam az ő olimpiai bajnoki címet érő gyakorlatát. Szerintem jól emlékszem, nyári munkám voltam, és éppen armatúrákat takarítottam fönn a nagyon magasban, porttalanítottam. Nyári munkán? Igen, mert a bácsikámnak be kellett ugranom. De szeptemberben? Nem, ez nem szeptember. A Sydney olimpia szeptemberi volt. Akkor szeptemberben. Hát őszi munka volt. Akkor őszi munka volt. Ausztrál időszámítás szerint volt nyári. Igen, és ott szeptember, ott akkor megálltam, és hallgattam a kis rádióm be volt dugva a fülembe, és ott hallgattam. Az egy maradandó élmény. Nekem nem volt lehetőségem, tehát én soha nem találkoztam vele. Sajnos... Igen, bocsánat, csak hogy megnézem most, hogy lehet nőzze magam. Bronzérmes volt Igali Diana Sydneyben.
Szóval én nem találkoztam vele, soha nem tudtam vele szót váltani, amit vele kapcsolatban nagyon picit sajnáltam, hogy volt az életenek egy olyan szakasz, amit aztán a bulvár sajtó felkapott, hogy mit csinál, meg mit nem csinál. Erről majd akarok beszélni Csollány kapcsán egyébként. Az nekem nem tetszett az a rész, mert biztos, hogy egy olimpiai bajnok nem ezt érdemli a bulvár sajtótól, de hát őszintén sajnálom. Szilárd-e? Emlékszem rá, én is igen, hát ugye 2000-ben volt, akkor én is hány éves voltam, 17 körülbelül, és arra emlékszem, hogy már talán nem együtt néztük a nagyobb családdal, de van egy családi nyaraló alsóősön, kereszt szüleim, illetve unokatesóimmal mentünk le, talán azon a hétvégén, nem is tudom melyik napon volt már, de az biztos, hogy beszéltünk róla sokat, és szerintem arról a gyakorlatról emlékszem is rá valamennyire. Nem tudnám felidézni pontosan, de arra mindenképpen emlékszem, hogy a laikus is tudta arról a gyakorlatról, hogy az tökéletes. Tehát megnézted, és azt mondtad, hogy wow. Tehát aki nem látta, soha életében nem látott mondjuk gyűrű gyakorlatot, csak megvan neki az általános iskolából, tényleg, mintha művészi szinten. Hát igen, nekem az arca például nagyon megvan, hát nyilván azért emlékszem jelenetekre ebből a gyakorlatból, annak ellenére most nem néztem vissza a halála kapcsán, de hogy az arcáról lehetett olvasni már, mikor szerintem fölment, hogy ő itt egy hogy annyira könnyedén, tehát hogy a gyűrű az a szer, amit ha megnézel egy gyűrű gyakorlatot, hogy gyakorlatilag az emberi test anatómiája ott van. Hát fölül az összes izom, az összes elképesztő erő gyakorlat közepette, nincs a gyűrűbe könnyed elem, talán a leugrásnál van egy kis kecsesség, de egyébként iszonyatos erő. És mesélték is Csollányról, hogy ő képes volt tényleg edzésen is, akár a riválisokat megfélemlítően olyan totálisan megmutatni a teljes izomzatát, és olyan erőgyakorlatokat is könnyedén megcsinálni. Valóban ez a gyakorlat is olyan volt, hogy gyakorlatilag meg se rezdült a gyűrű. Tehát az a kis kilengés, aki életében egyszer felment egy gyűrűre, tudja, hogy ott tudja el, vagy ott lemond az életről gyakorlatilag, amikor megpróbálsz lendületet szerezni, és azt érzed, hogy semmi biztos nincs az életedben. És ami vele kapcsolatban, ha már Tomi mondta ezt a Sydney speciális körülményeket, hát én akkor már sajnos, mivel öregen vagyok, nálatok dolgoztam a Duna TV-ben, és úgy közvetítettünk olimpiát, hogy ugye a jog nem nálunk volt, viszont volt a Duna TV-nek is olimpiai műsora, és ezért az itthon maradt edzőkhöz, rokonokhoz mentünk állandóan ország bármelyik szegletébe. Mai napig nem tudok úgy Dombováron elmenni, ne jutna eszembe, hogy Rózsa Norbert edzőjéhez ide kellett lejönni egy baromi ronda orosz laktanyi épületből átépített társasházba. Mész a főúton, és ott van, mentünk ugye, mész a főút, és ott van jobbkéz felé, mint hogy oda ejtettek volna véletlenül egy laktanyát. Iszonyatos, oda mostanra megcsináltak, kicsit kipofozták tényleg ilyen szép társasházát, de hogy... Hát nagyon hangulatos! Amennyire lehet egy laktanyi épületet. És hogy mindig ott elmegyünk, és Kajzik is mondta Pécs felé veled, hogy hát ide jöttünk, vagy ide kellett lejönni Rózsa Norbert aranyérme idején forgatni hajnal, nem tudom, 3-kor, és együtt nézni a volt edzőjével. És valóban Csollány Szilveszter, ugye ott már 30 éves volt, tehát azért az ő karrierje, most így, ha utána olvastok, tényleg arról szólt, hogy rengeteg... 90-ben már EB bronzérme volt. Igen, és rengeteg bizonyítás, rengeteg akarat, ő korán kiment azért Amerikában, mert itthon, hát vagy részben lemondtak róla, vagy ő neki elege lett, Amerikában dolgozott gyakorlatilag amellett, hogy elkezdte újra felépíteni magát, úgy jött vissza már 20 évesen, és lett aztán tényleg többszörös megkoronázott bajnok. És milyen érdekes, hogy ő például kinnélt ugye évekig, és nem törte a magyart, amiért szegény kis Balázs 96-ban ugye kalapács vett, hát lehet, hogy a Mekiben mosogatva nem úgy értekezett, mint az amerikai egyetemen, ahol kis Balázs. És hát már ekkor arról szólt az élete, és aztán amiről tényleg akarok egy kicsit beszélni, hogy valóban, hogy vége lett az ő karrierjének, ugye 32 évesen még nyert egy világbajnoki címet itthon, Debrecenben. Utána azt láttuk, hogyha az a burok, ami nagyon sokszor emlegetik, hogy élsportolóknál, főleg magas szinten teljesítő élsportolóknál, amikor megreped és vége van a karriernek, akkor egy nagyon-nagyon kemény szakasz és ugrás, hogy ez nála is nagyon beütött. Most elolvasgattam tényleg, hogy tényleg attól kezdve, hogy az olimpiai életjáradék, amit ugye sokan vitatnak, hogy most ez tényleg mennyi és annyi és kell-e, neki elment a svájci frank hitelre, tudjuk, hogy bulvárműsorokban, talán egy kicsit méltóságon aluliakban is szerepelt, hogy visszakerüljön. Igen. Egy kicsit. Hát nem csak az Exatlonban volt? Nem, azt hiszem valamelyik táncos műsorban is.
Mondjuk döbbenet, hogy még legutóbb most évvége, mielőtt kórházba került ebben a Ninja Warrior-ban, egyszer végigment úgy a pályán, hogy nézted most így 50 évesen is, hogy azért brutális formában volt, tehát ezért is volt nyilván döbbenetes, hogy a kór ennyire le tudta úgy gyűrni. De amiről akarom kérdezni, és talán Kajzi az, aki ebben igazából tud autentikusan véleményt mondani, bár nem volt ilyen szinten élsportoló, de te is megélted azt, hogy amikor vége van annak, hogy egy végletekig beszabályozott, mások által is előírt menetrend szerint életed, ami nyilván ad egyfajta biztonságot is, mert mindig tudod, hogy mi a napirend, hogy mi hogy következik. Egy ilyen élsportoló kikerül aztán abba az életbe, ahol tényleg meg kell próbálni ezek nélkül, a mankók nélkül érvényesülni, megélni. Nyilván nagyon-nagyon sok különböző történet van, aki ezt megalapozza és tökéletes átmenetként megcsinálja, van, aki marad a sportban és edző lesz, stb. Csollánynál azt láttuk, hogy ő mintha elvesztette volna a biztonságot, a talajt a lába alól ezzel, hogy véget ért ez a sportkarrier, pedig hát ünnepelt sztár, elismert ember volt. Hogy ez a fajta burok, amikor megreped, akkor az egy nagyon nehéz dolog lehet egy ilyen sportoló életében. Hát szerintem kétféleképpen lehet ezt megélni, és ez nyilván sok mindentől is függ, hogy az ember egy sportolói karrier, és most igazából tényleg teljesen minden, szerintem, hogy valaki mondjuk olimpiai bajnok, vagy egyszerűen úgymond csak válogatottságig viszi, mert az is hisz abban, hogy egyszer majd elér valamit, és az szerint él. És szerintem gondolom kétféle van, az egyik az, hogy tényleg kicsúszik a lába alul a talaj, és nem találja a helyét, vagy van a másik, aki pedig az egészből próbál előnyt kovácsolni, és azt mondani, hogy figyelj, hát azért a való élet valószínűleg egy picit könnyebb, mint minden nap megküzdeni az elemekkel. De a kérdés, hogy ez szándék kérdése, mert ez a valószínűleg alkat kérdése, hogyha valaki mennyire talpra esett, mennyire... Alkat kérdése, nekem is van olyan volt csapattársam, aki mai napig keserek, hogy jaj, mik lehetünk volna, hogyha, és én mondom neki, figyelj, ne, tehát én mai napig tök szépen emlékszem vissza azokra az időkre, amikor tényleg úgymond élsportolónak vallottam magam, bár nyilván a nagy álom mondjuk egy olimpia nem jött össze, de az EBVB összejött, tehát én ezzel teljesen elégedett vagyok, és ezeket utána kamatoztattam, és én mindig azt láttam, és a mai napig azt látom sokszor, hogy bizonyos helyzetekben úgymond egy átlag ember, most ebben a nagy átlagot nézve, és ebben nem mindenki beleértve, de hogy sokan bizonyos helyzetekben leblokkolnak, a feladatot problémaként élik meg, a problémát tragédiaként élik meg, tehát hogy így, én, és nem csak én, de sok volt társamon azt látom, hogy minden kvázi egy feladat, egy helyzet, amit meg kell és meg is lehet oldani. De nincs ez hozzá. Annak köze, bocsánat, amit mondtam, tehát hogy ha valaki ahhoz van szokva, hogy mondjuk 7 éves korától Csollány Szilveszter esetében 32 éves koráig, de te mondjuk korábban hagytad abba, mindig megmondják, és mindig van, aki gyakorlatilag azt jelenti, hogy neked nem kell gondolkodnod, és nem kell gondoskodnod semmiről, ott áll egy edző, ott áll egy szülő. Én gondolkodtam, nem szerettek az edzői, mindig megkezdtem, mit kell igen, csinálni. Tehát hogy ezért mondom, hogy amikor hirtelen igen. Úgy kerülsz ki a semmibe, hogy nincs az az ember, aki azt mondja, hogy most 9-15-re itt vagy, 12-től ott vagy, ekkor és akkor alszol. De nem, és figyelj, azt gondolom, hogy de ez egy idő után egy döntés, tehát ez a saját döntésed, és nem az, hogy persze nyilván ott kell lenned, mert azt mondja az edző, hogy ekkor van edzés, és azt mondom, hogy ez tényleg alkat kérdés, és előfordulhat, igen, hogy ebbe sokan, aki az a típus, ugye itt is közöttünk is van olyan, aki vezető típus, van, aki nem, és ezzel nincs baj, és valaki tud önállóan, van ez a vállalkozói szemlélet, aki tényleg képes 10-12 órát dolgozni, és valaki pedig lehet, hogy most 26-szor értelmesebb, meg minden, de hogy egyszerűen mondjuk a time managingben nem jó, nem tudja beosztani a saját idejét, és ezért ő sokkal inkább való alkalmazottnak. Tehát, hogy ezek ilyen gyakorlatilag tényleg alkat kérdése alapvetően, meg az, hogy tényleg mennyire készülsz arra tudatosan egy idő után, hogy ennek előbb-utóbb vége van, és szoktatod magadat hozzá, és sokan beleestek abba a hibába, és szerintem ebben is látunk itthon is, külföldön is példákat, akik egyszer eltűnnek, lecsúsznak a különböző karrierjük után, mert nem készülnek rá, és azt hiszik, hogy örökké tart. Tehát ez egy baromi nehéz, hogy benne vagy mondjuk tényleg 35 évesen ott állsz, hogy 30 éve a 35 évedből benne élsz valamiben, és hát fölmerül annak a kérdése is, ez mondjuk főleg ilyen sérüléseknél, vagy tragikusabb eseteknél szokott, de
nyilván simán egy karrier végén is, hogy akik ott voltak melletted, akik adott esetben szintén sütkéreztek a dicsfényedben, akik adott esetben hasztot húztak ebből, ők is, ki mellett van olyan ember, akire számíthat, nyilván a családi háttér is rengeteget számít, mert valóban egy olyan szinten más életszituáció kezdődik, ami előtte nem volt neki modellezve, és hát azt gondolom, hogy Csollainál is az lehetett, hogy ezekkel a kihívásokkal szinte nehezebben birkozott, mint azokkal az iszonyatos erőelemekkel a gyűrűn. Hát nem tudom ennek a hátterét, de én szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy aki ilyen sikert ért el a saját sportágában, annak elengedik a kezét. Nem tudom, én nem emlékszem arra, vagy nem tudok róla, hogy ő bármiféle tisztséget valahol betöltötte mondjuk a szövetségben. Edzőként dolgozott, és nyilván azért mondom, hogy az egyéni felelősség is felmerül persze, hogy ki mennyire tud élni az újabb lehetőségekkel. Hát egy dolgot azért nem szabad elfelejteni, ugye, hogy gyakorlatilag amikor ő abba hagyta, ugye az volt az időszak, amikor a honi sport anyagilag, gazdaságilag az egyik legsötétebb korát élte, amikor a sportminisztériumot megszüntették, tehát azért akkor baromi nehéz volt. Tehát nem volt egyszerűen fölvázolva életpálya modell a sportolók előtt, és tényleg ez a korosztály volt, aki gyakorlatilag a kommunizmus lezárásával, rendszerváltás után még sportolt, de már nem esett bele abba az érába, amit most élünk, hogy tényleg azért amennyire lehet megfogják egyes sportolónak a kezét. Ő tényleg ebből a lyukba szakadt bele, ráadásul tényleg azért a honi torna, hogyha az elmúlt évtizedeket nézzük, az mindig egy-két személyről szólt, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy akkor mondjuk volt 28 zseniális tornász a hazánknak, és emiatt mondjuk rárúgták volna a tornaszövetség ajtajára a szponzorok, vagy a tornaszövetségre az ajtót a szponzorok. Így azért baromi nehéz valakit megtartani, és azt mondani, hát figyelj, gyere, akkor ameddig lehet, egyengetjük az utadat. Holott azt gondolom, hogy bizonyos szintig azért ez egy feladata is egy szövetségnek. Hát most ugye már az van valóban sokkal fényesebb a helyzet, hogy ugye a korábbi olimpiai bajnokok is visszamenőleg kapják az életjáradékot, ugye Csollány ezüstérmes is volt olimpián, nem csak aranyérmes, úgyhogy nyilván ilyen szempontból most könnyebb lehetett volna az élete, hát nagyon szomorú, hogy ezt kell, erről kell beszélnünk. Hát szomorú, én nem tudtam arról, hogy ezen a vetélkedőn ütőt végig szaladt a pályán, ami... Hát nem is végig szaladt, de megmutatta azokat az elemeket, amiket tényleg egy képzett tornász tud tényleg igazából teljesíteni. Az ember él a képben, az a kép él az emberben, Csollány Szilveszterről legalábbis bennem, ahogy irdatlan feszülőizmokkal és vállakkal így tartja. És lemegy mínuszba, mert hogy ugye ez hogy, a... Nem vagyok tornás szakértő, de tényleg ez, amikor keresztbe, és akkor hátul, hosszába... Nem is tudom, mi ez a sas, vagy mínuszba. Nem tudom, mi ez a elem, na mindegy. És sas nincs. Nincs sas. Na mindegy, igen, nem értek hozzá. Az volt egy olyan, hogy CGI az egész, tehát tényleg, hogy fönt vagy, és így lenyomta magát gyakorlatilag, igen. Nem létező... fizikai lehetőséget. Lehet, hogy ez év, vagy tudjuk, évtizedekkel ezelőtt volt, de ezt az embert, ezt lenyomta a koronavírus, ahogy Iga Lidiát is. Igen, a személyes élmény még Csollány Szilveszterről, hogy ugye viszonylag sok emberrel sikerült interjúznom egy időben, ismert sportolókkal, vele pont nem, és azt hiszem, hogy méltatlan körülmények között találkoztam vele, ugye egy kicsit a bulvárból is lehetett akkor már hallani, hogy ezt csinálja megélhetéséért. És lehetett arról is olvasni egy időben, hogy az egyik sörözőben dolgozik Budapesten. Hát csapolta, csaposként. Igen. És nem azért mentünk be pont oda, mert hogy megnézzük, hogy tényleg ott van-e, hanem egyszerűen ott találkoztunk a haverokkal a környéken, és az a hely volt a legközelebb, és bementünk, és tényleg ott csapolta a sört, ami nem lenne meglepő, hogyha mondjuk az olimpiai bajnok, ugye azért biztos van egy anyagi háttér, gondolja az ember, hogyha ővé lenne a hely. Igen, Vikman Tamásnak is ennek kocsmájával. Ugye akkor valahol az ő megjelentésért csinálta. Valahol azért szerintem az ő azt azért mindenképpen az emberi tartást mutat, hogy megtalálta. Nyilván nem mindenki érünk be az élet, de ha kell, akkor beáll, és akkor csapolja a sört, dolgozott. És a csapnak a túloldalán találkoztál vele. Nem az innensőn, mert igen. Van erre is példa. De nem sírta tele a médiát, hogy neki milyen szerencsétlen rajta segítsenek.
Hát lezárva ezt a szomorú témát részemről, és egy nagyon szubjektív megjegyzés, mert én az első, amivel szembesültem, amikor elolvastam az ő életpályáját és nekrológiait, hogy gyakorlatilag mi egyidősek voltunk, ő is abban az évben született, amikor én 3 hónappal vagyok idősebb, és hát nem kellemes azzal szembesülni, hogy adott esetben ebből a korosztályból egyik pillanatról a másikra így elmennek nagy bajnokok. Mondanám, hogy evezzünk vidámabb vizekre, de egyrészt befagyott vízről lesz szó, amit nehéz evezni, másrészt a nagy vidámságot nem okozott nekünk a hétvégi jégkorong magyar kupa döntő. Biztos, hogy beszélnünk kell erről is, már csak azért is, mert ha kétszer ugyanabban a folyóban nem is, de ezek szerint ugyanarra a jégre rá lehet lépni. Hát gondolom, ha valaki azt mondja nektek, mondjuk szombat este a Fradi 5-0-ás legyalulása után, hogy a Volán a Debrecennel, jelenleg azt hiszem 7. helyen az Erste Ligában, nem fog bírni a Magyar Kupa döntőjében, úgyhogy tavaly ez megtörtént, ez a mondom így szégyen talán Debrecenben, és tehát van egy ilyen plusz motiváció is, akkor ti sem hiszitek el, hát valóban elég hihetetlen volt ez a döntő, ugye 50-valahány kapura lövésből nem tudott győzni a Volán. Én már bánom, hogy nem fogadtam meg. Mert én egészen biztos voltam benne, hogy ezt a Magyar Kupát megint nem nyerjük meg. Tehát én most nem tudom, hogy hány... Ebből biztos voltál milyen alapon? Történelmi hagyomány? Egyszerűen mi hazajövünk, tehát hogy most már évek óta egy-egy kivételtől eltekintve, tényleg az, hogy hazajövünk az osztrák ligából, és vagy amikor játszottunk egy bajnoki döntőt, vagy kitalálták, ugye volt ilyen szuperkupa, meg tényleg ez a Magyar Kupa, egyszerűen ez nem megy. Tehát, hogy és... És ez azért valahol ciki is, mert hát nem, ez nem valahol ciki. Ez mindenhol ciki. Ez teljesen ciki. Tehát, hogy ott van egy tényleg egy ilyen sokak szerint Európában nagyon magas polcon jegyzett osztrák hokiligában, és onnit hazajössz, és nem tudod. Tényleg ez olyan, mintha lenne fociban, jó, nem a Superliga, de mondjuk Superliga 2, hogyha mi több osztály lenne, és akkor hazamegy a Real Madrid, és az Elcsét nem tudja elvenni egy ilyen a szuperkupában. Persze a foci más. Számomra az időbenetes, hogy a foci tényleg az a sportág, ahol ha végigvédekezel egy meccset, akkor is egy kontrából elszalasz, tudsz nyerni. De azért a hoki, kosárlabda, kézilabda, ahol oda-visszajáték megy folyamatosan, ott azért előbb-utóbb, főleg ötvenlővésből... Ez az átok kifejezés jutott eszembe azzal együtt, hogy ezzel csak felmenteni nyilván a játékosokat, de az, amikor tényleg 53 kapura lövés, a végén 6-3 van, aminél jégkorongban nincsen nagyobb emberelőny, és ott van a teljes arzenálod, és akkor lődözöd, és tényleg Hetényi Zoli előtt kalapot le, de nyilván nagyjá is tették ezzel. Szóval gondolom, Krisztánon látom, hogy azért te nem tudod aludni vasárnap éjszaka. Én egyébként úgy, nekem az volt a megérzésem, hogy hosszabbítás után, vagy hosszabbításban, vagy esetleg szétlövéssel dől el majd a Debrecen elleni döntő. Hát nem tudtuk hosszabbításra menteni, és az még hagyján, hogy tavaly, hogy most elcsúsztunk megint azon a jégrehány banánhéjon a Debrecen ellen, de ugye előtte meg a Fradi vert minket tönkre. Most azt az elődöntőben egy picit úgy tudtunk törleszteni, de ezzel semmire nem mentünk, hiszen az zöldfehérek megint kiröhögtek minket, gondolom, a döntő után. Ott ül egy az asztal végén, kérdezd meg. Szóval, hogy... Én azokat röhögtem ki, akik kiírták, hogy hagyománnyá vált az 5-0-ás Fradi verés, mert 10 évente egyszer összejön és különböző sportág. Szerintem ennél jobban a klubmenedzsmentje, meg a város, meg a szurkolók nem tudják jobban súlykolni, hogy mennyire fontos, hogy megnyerje a Hidrofehérvár AV19 a Magyar Kupát. Ez kötelező. Minden évben ott van az évelei nagy sajtótájékoztató, mindig ott van a polgármester, nyilván a város az ő személyében is demonstrálja, hogy rettenetesen fontos. Aki ki is nyilvánította egyébként. És ez az egy dolog, ami elhangzik rendszeresen a polgármester részéről, hogy hát, ha nem is kimondva, hogy a Magyar Kupát, de hogy a hazai csapatokkal szemben be kell bizonyítani, hogy még mindig mi vagyunk a legjobbak. Ez most már zsinórban nem sikerül egy-egy kiki meccsen. Nyilván, ha az osztrák ligában játszana akár a Debrecen, akár a Mac, én is azt gondolom, hogy a Volán jobb helyen végezne, de a szurkolókat ilyenkor azért ez nem igaztolja, amikor kimennek ünnepelni és látnak egy ilyen váratlan újabb vereséget. És ez a fura, vagy nem tudom, ezt hogy gondoljátok, de hogy stabilan ott vagyunk az ICE-ban, az osztrák bajnokságban ugye az elején, egész jól muzsikálunk megint az alapszakaszban,
De úgy egyébként, mikor úgy élesedik a dolog, akkor úgy kicsit úgy. Ez felveti ezt a kérdés, hogy most Kevin Constantinnal majd ez hogy jön. De igen, de egyelőre kísérteties. Jó, most azt mondom, az ember, vagy hát most Ice Hockey League. De hát most megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Egyébként az előzmények szempontjából a meccsképét nézve nem, és nem is lehet kifogás, de ugye Széli Viktorral beszéltem a szerdai napon, hogy csütörtöknél tovább nem mert abba gondolkodni, hogy vajon egyáltalán mi lesz a hétvégén. Tehát jó, hát nyilván sok bizonytalanság volt, persze. Hogy megrendezik-e a döntőt. De ez ugye nem két mentség. Két mérkőzés elmaradt a Hidrófehérvár csapatának, és tényleg úgy ment oda, illetve azt mondta nekem, hogy a sportértékről itt most jelenleg nem nagyon lehet beszélni, mert edzések is alig vannak, de nem lehet kifogás nyilván, viszont ő is nagyon kétségbe volt esve, hogy ugye ezzel a szezonnal is mi lesz. Az előző szezonnak az alapszakaszában mondjuk 2-3 sorral álltak ki a srácok, és megvertek majdnem mindenkit. Igen, itt ezért van. Nem lehet kifogás ez a meccsképére. És a tavalyi magyar kupa döntő is. Van azért egy érdekes hullámzás, és ennek híván köze van ahhoz, hogy valóban mennyit tud egyáltalán edzeni egy játékos, vagy együtt egy csapat, mert ugye ott Innsbruckot vertük szintén shootouttal idegenbe, utána idejöttek, és ők ütöttek 4-et úgy, hogy mire észbe kaptunk, tehát hogy kiszámíthatatlanná teszi valószínűleg ez a betegség sújtotta felkészülés, és az is tény nyilván, hogy két meccset egymás után lejátszani két nap úgy, hogy nem teljes a kereted, nem könnyű. Én nem írnám ugyanoda ezt a vereséget, ahova mondjuk a tavalyit, mert szerintem azért az előző években bőve benne volt a túlzott lazasság, a legkezelés, és valószínűleg ez nyilvánult meg abból, hogy a vezetők utána például edzőt mentettek fel, akivel előzőleg ugye szerződést hosszabbítottak. Szerintem most egyszerűen nem jött össze semmi. Tehát ez a megyünk, biztos hiányzott a totális átütőerő, de hát nyilván azt mondja erre adott esetben a szurkoló, hogy egy Debrecen még így is meg kellene verni, főleg egy fehérvári kupa döntőben. Hát igen, ez így van. Ez nincs ehhez, de ebből nem lehet elvenni se hozzá. Nem is voltam ideges, hát nem vagyok én ideges típus. De azért ez zavar. Nem, azért mondom, hogy szerintem várjuk meg, hogy Kevin Constantinnal mit tud csinálni ez a csapattal. Várjuk meg, csak azt mondom, hogy akkor az alapszakaszban muzsikáljanak olyan közepesen, rezegjen a léc, hogy bejutunk-e a rájátszásba, csak nyerjük meg a magyar kupát. És akkor becsorgunk a rájátszásba, és akkor ott is kivágjuk a rezervet. Volt ilyen tavaly, is, hogy igen. A Bécs szétverhet. Felteszik magasra a lécet a fiúk, és utána így átfutnak alatta a magyar kupában. Ez tényleg nem szép dolog. Valahogy az instabilitás, az valahogy továbbra is jellemző. Ami már egy kicsit elhangzott itt, hogy mire következtethetünk ebből a jövőre nézve, mert valóban az éles a kiélezett szituáció, ez volt eddig a szezonban, és majd ez lesz akkor, amikor egy playoff csatában ugye nyerni kell 4 Bizony. Meccset. Jó, hát nyilván, hogyha most ez is egy több meccses párhasz lett volna, akkor nem kérdés, csak itt ugye az a helyzet, mint Pitter, mint tényleg a spanyol bajnokságban a Real Madrid. Ha ugye Bolyóval játszották volna, nem Pakkal, akkor lehet, hogy mi nyerünk persze. Ha ez most 5 meccsből lehet. Hozd a következő téma! Csak hát ilyen koronggal játsszák a Művegolyóval, úgyhogy megint mi veszítettünk. Tessék kiavítani a hibát, tényleg meg Krisztián elégedetlen, ezt tudjuk. Pedig félek a hokisoktól, ugye. Az volt a tudjuk, mióta itt vagy Fehérváron. Kíváncsi vagyok egyébként erről, mit mondanak a régi nagy öregek. Annyira meghallatnám őket, hogy hogy látom. De ők is, figyelj, a régi nagy öregek is bele. Most a régi nagy öregek között kire gondolsz? Tehát most, amit a még szabadtéren játszották? Régi nagy öregnek számít egy Palkovics Krisztián. Hát akik ezek után végmentek a főutcán mondjuk egy ilyen meccs után. Más időket élünk, mások a kihívások. Egy-kettő, meg ma már tényleg egy vereség után végész a főutcán, Pariba voltak, szóval nem akarom bántani őket, távol álljon tőlem, de hát azért tényleg fura azért érzés ez, hogy Magyarország legjobb hoki csapatáért vagy oda, és ez a Magyarország legjobb hoki csapata most már ugye 4 éve, mert egy évben ugye, hogy van? Volt a Fradi elleni 6-3, ugye? Utána kimaradt egy év, utána jött a Deac elleni, Fiasko megint a Debre, tehát 4 éve. Na jó, jövőre tessék meggyelni. Csapj az asztalra, Krisz! A következő témában az a jó, hogy ott még nem tudunk biztosat mondani, hogy mi lesz, hogy lesz. Ugye kezdődik a foci tavasz ebben a gyönyörű szép időben, ami hétvégén majd egy jó kis megyei rangadó felcsút vidivel rögtön. Kicsit a
Puskás Hol Fehérvár. Igen, igen. Jó, bocsánat, hát most közhasznú neveket mondtam. Szóval a felkészülésről ért, tehát amit tudhatunk jelenleg annyi, hogy ugye edzőtáborban nem ment el végül is a Mol Fehérvár Spanyolországba. Nem lehet azt mondani, mikor Salló István itt volt ugye ebben a műsorban, akkor pedzegette, hogy majd azért ilyen 4-5 jó igazolásra szükség lesz, ugyanakkor milyen nehéz idehozni igazán meghatározó jó játékosokat. Hát összesen 2 igazolt. Hát eddig, de ugye nálunk ugye február közepéig tart az átigazolási időszak, ugye Európában szinte mindenhol lezárul január 31-jel, tehát nyilván bizonyos szempontból nekünk magyaroknak utána könnyebb még ugrálni az esetleg hoppon maradt játékosok kapcsán, de mondjuk felettébb érdekes, hogy hoztunk a Ukrajnából megint egy játékos, mert reméljük megtanuljuk a nevét. Most Bogdán Legnyevnek hívják, van, egy fiatal játékosnak számít még viszonylag. Tehát Szabó József, nem a mi Szabó Józsefünk, hanem a kárpátaljai, a Dinamo Kijev Szabó Józsefe. Hát, ha valóban azt mondta, amit egyébként az egyik ukrán portál fordított, akkor nem, akkor azért, hogy mondjam, nem... Nem dicsérte nagyon a magyar bajnokságot, és akkor a Mol Fehérvárt sem. Igen, hogy Legyev kapcsán mondta, hogy az rendben volt egy ilyen fiatal játékos, aki alapvetően még nem tud kezdőként bekerülni egy Dinamo Kijev erősségű csapatba, de ez tök jó, hogy elmegy kölcsönbe vagy külföldre, és megmutatja, hogy mire képes, csak hát a magyar bajnokság erre szerintem nem alkalmas, mert ő úgy fogalmazott, hogy ugye 3 csapat van, a többi meg ilyen falusi egyesület gyakorlatilag. De akkor melyik az a 3? Mert akkor ezek szerint a Mezőkövest, Kisvárda. Pas! Igen. És, vagy ezek szerint akkor Fehérvár nincs benne. Ami ugye oda-vissza Cseng Salói szavaira, aki azt mondta, hogy ezért nehéz magyar bajnokságban jó külföldit igazolni, mert hát nem tart még ott a renoménk, a megítélésünk, hogy ezt valaki ilyen előrelépésnek tekintse. Akartam ezzel kapcsolatban is valóban a nagy átlagról beszélni, de nézzük akkor ezt a vidíti, hogy gondoljátok, ugye egy osztrák válogatott és egy ilyen ukrán tehetség érkezett, miközben Muszlió távozott, egy gyakorlatilag nagy meghatározó körforgásról vagy változásról nem beszélhetünk, hogy ez lesz az a, nem tudom, változás, vagy hát ha az egész felkészülési időszakot nézzük, ami ilyen nagyon eseménytelen, csendben eltelt, egy Sturm elleni edzőmes talán, amit mondhatunk, hogy némi visszhangja volt, miközben tudjuk, hogy a Vidinek azért bőven van adóssága a szurkolók felé, hiszen jelenleg még a dobogón sincs a csapat. Hogy fog ez a tavasz így reményeitek szerint kinézni? Te jöttél Vidi felső? Hát csak azért, mert azt hittem, hogy te is abban jössz. Hát szerintem két játékos, tehát erősítést jelentenek a játékosok mindenképpen, viszont akkor megint ott tartunk, hogy őket be kell építeni. Tehát hogy fognak játszani, hol fognak játszani, mennyire lesznek jók, milyen nyilatkozat. Most hétvégén először majd felcsúton játszanak. Igen, igen, lehet, hogy idegen közeg, ugye, tehát megint csak nem otthon, hazai pálya előnye nem lesz meg nekik, de komolyra fordítva egy kicsit a szót, hát ugye az első meccs után lehet, illetve az ő első meccsük után lehet majd többet mondani, amikor már játszottak, hogy mennyire értik, érzik egymást, mennyire érzik a társakat, és addig szerintem felesleges is azon gondolkodni, hogy mi lesz majd. Gondolom, hogy a csapatvezetők a legkíváncsiabbak rá, hogy jól döntöttek-e, de ugye egy ilyen nyilatkozat, ami hát kicsit az olyan negatív kicsengésű, nem is kicsit. Nem, de azon nem biztos, hogy Szabó József ezt mondta, igen. Tehát lehet, hogy ott azért valamit átírta, kicsit sarkította. Igen, hozzá már így jutott el, ki tudja, hogy persze. Hogy volt ez, de nyilván a pályán kell. Nyilván nem áll messze sajnos a valóságtól, de hát, hogy itt nem visznek el minden itt 3 játékost a Bundesligába. De a pályán kell megmutatni a játékosoknak, hogy ők igenis kimagaslanak akár a mezőnyből, ha jobb bajnokságból jöttek. Jó, akkor a csapat hangja is beszélje, jó? Tehát a kicsit a csapat. Aki éhezi a gólokat, meg... Fogadja az ászló erdőt. Szerintem az teljesen jó, hogy egy megyei rangadóval kezdődhet a tavasz a Vidi számára, mert... Ez nyilván nagyon ilyen közhelyes, de hogyha Puskást meg tudják verni, akkor abból szerintem megindulhat egy tök jó lendület a csapatnak az új igazolásokról. Hát izgalommal várom, hogy mit mutatnak majd. Például a Makarenko szerintem kifejezetten jó választás volt, bár nyilván valamelyestől azért magasabb szinten van talán, mint az érkezők.
Hát én azt mondom, ugye Petyák kapcsán mondta az Salló, hogy Petyáknak volt fontos, hogy jött egy ukrán csapattárs, mert rögtön sokkal jobban kezdett el focizni. Hát most kapott még egyet, úgyhogy Petyák szárnyalni fog. Aranylabdát neki! Tényleg én remélem, hogy mondjuk a Géresi nem annyira lesz sérült, mert ugye visszajött a kölcsönből. Szerintem legyen ő a tavasz hőse a Vidiben. Géresi Krisztián. Szinte sokan aláírnák itt, hogy nagyon is érdemel, szerintem. Meg tényleg jó lenne, hogyha, hát Kodró remélem marad, vagy reméljük. A szezon végéig biztos. De szerintem megfigyelhető egyáltalán a nemzetközi átigazolási piacról, hogy azért sokkal óvatosabbak jelen pillanatban a top klubok is, tehát azért nem röpködnek egyelőre a 10-20 millió eurók, tehát azért a vállaltam, vagy kvázi bevallottam, akár 200 millió eurót is költhető Newcastle United is, eddig azt hiszem két játékost igazolt, ugye Trippiét és Wilsont, tehát hogy Trippiét még ismerjük, Wilson csak tényleg a hardcore Premier League falon. Óvatosan haladunk a Manchester United felé, de nem fogunk beszélni a Manchester United-ról ebben az adásban. Pedig Ájtő Marciál. Viszont finoman átcsúszott az NBA-1-ről a Premier League-re. Kevés választ. Úgy látom, van átjárás azért a kettő között. Na, hogy ne lenne. De nem, de hát, hogy én azt gondolom, hogy azért itt majd még lesznek igazolások, csak mondom, egyáltalán a piac itt a koronavírus miatt egy picit szerintem fagyottabb a szokásosnál, meglátjuk tényleg, hogy pörög föl itt a hajrára minden, és hány olyan játékos marad majd a piacon kvázi, aki szeretne váltani, szívesen váltana, kivárt tényleg, hogy esetleg valamelyik top bajnokság, vagy top mögötti bajnokságba tudjon szerződni. Apropó, egyébként a brazil lett a legerősebb bajnoksága a tavalyi évben. Jó, igen, ez a... És a top 10-ben benne van Paraguay. Igen, van egy ilyen vicc, amíg az a cím, hogy ki láttad a halszínű anyára. Szerintem Edsonnak is száz a vége, lesz még igazolása a Vidinek. Szerintem egyébként, hogy ma van KED, ugye? KED 25. Igen. Igen, ma először is Stopira negyed döntőbe fejeli a zöldfoki köztársaságot, Szenegál ellen az Afrika kupán. Hát legyen így. Hát egy ország, egy ország. Játszott, Gambia tovább jutott. Tovább jutott, ezt nem tudom, hogy játszott el, de tovább ment Gambia. Mindenesetre, hogyha igazol még a Vidi, akkor majdnem azt gondolom biztosan vejtjük, hogy külföldről fog. Az egész magyar bajnokságban nem nagyon volt magyar játékos, aki tényleg komoly igazolásnak számít. Sajnos külföldre sem menten ugye innen most senki, és azt olvastam, ez érdekes tényleg Szabados Gábor sportközgazdász blokkja, hogy 2019-ben fordult meg az a tendencia, hogy addig a magyar klubok általában nyerességgel jöttek ki az átigazolásokból, magyarán többet vagy kevesebbet költöttek új játékosra, mint amennyire értékesíteni tudtak. És azóta sem azért változott ez meg sajnos, mert annyira drága és annyira jó légiósokat igazolnak, viszont rengeteget. És nemrég felmerült az MLS részéről, ugye, hogy legyen, vagy a klubok részéről legyen létszámbővítés, és az érdekes, hogy azt mondhatja szerintem joggal az MLS, hogy nincs annyi magyar játékos, ami indokolna jelenleg 16 élvonalbeli csapatot. Tudunk még ilyen sportágat mondani? Egyébként. Igen, tele vagyunk ilyen sportágakkal, csak hát valahol ez szerintem egy kicsit fájó, hogy persze ünnepeljük, hogy Schäfer András személyében most lesz egy újabb magyar Bundesliga játékos, de hát, hogy nagyon messze van attól jelenleg a magyar foci, hogy olyan értékeket termeljen, akik akár a magyar piacon egy magyar csapatnak segítséget az, jelentenek. Hát egy-kettő, azért azt látni kell, hogy nyilván a magyar piacon belül egy magyar játékosnak az ára, vagy egyáltalán a magyar piacon belül egy játékosnak az ára, az kvázi többszörös, mint hogyha de nem a tudás miatt? Nem, persze, hogy nem a tudás miatt, csak azért mondom, hogy többszöröse, mint hogyha külföldre vinnék. És nyilván külföldre szívesebben adsz el, mint ebben a bajnokságban, gyakorlatilag amikor kis túlzással mindenkinek a közvetlen riválisa. Tehát, hogy ez a része, ez megvan, és nyilván ezeknek a méretű országoknak, mint amit mi is vagyunk, vagy akár tényleg Ausztria, ezzel küzd, bár Ausztriában sok az osztrák játékos, még hogyha Jusufnak is hívják az egyik legnagyobb tehetséget, és Demira vezetékneve, és ugye éppen a Barcelonában játszik, vagy játszott kölcsön, mert most vissza is dobták ugye a Bécsnek, a Rapidnak, de hogy ez egy ekkora méretű ország ezzel küzd, hogy akkor most merre, hogyan, mikor, hány méter foglalkoztassam a fiatal hazait, vagy hozza kvázi olcsóbban külföldről valakit, szóval ez baromi nehéz, és ez egy átok, és átok az a fajta szabályozás is,
hogy azért te nem tehetsz, meg, nem tehetsz akármilyen szabályozást, mint mondjuk ami volt a 90-es években, mielőtt Európai Uniós tagországok lettünk volna, hogy azt mondod, hogy három külföldi lehet egyszerre a pályán. Azért a Vidi több fiatalnak adott profi szerződést a szezon elején, emlékeim szerint, ez szerintem, nem tudom, a Ferencvárosnál mennyire van ez így. A Lisztes Krisztián kapott. De a kicsi. De hogy ez szerintem tök jó. Ráadásul itt van a Szendrei Norbert, aki rendszeresen megkapta a lehetőséget Szabicsi Birétől, és még azért a nagy igazi bizonyítás szerintem hátra van, de abszolút pozitív az ő szerepeltetése is, úgyhogy szerintem itt azért megvan az a vonal Sóston, ami hát akár ezen a tendencián hosszú távon majd változtathat egyszer talán, de hogy ez például szerintem nagyon pozitív dolog a Vidinél. Hát meglátjuk. Én azt gondolom, hogy tényleg az egész bajnokság színvonalát, izgalmi faktorát, a játékosok tudását tekintve azért jogos az a kritika, hogy legalább két-három olyan tehetség tegye ezt jobban. Nem kell olyan nagyon mélyről, nagyon magasra menni, hiszen azért a magyar bajnokság, még ha nem is Szabó József szavaival minősítjük, azért nincs ott Európában. Hogy marha jó lenne látni, hogyha mondjuk tényleg a 23-4 éves ukránok helyett a 20 éves magyarokat látnánk a pályán. Annál is inkább, mert egyébként pont miatt jöttem, ide beszélgettünk a Ferenc Balázs Zsal közös kollégánkkal, és mondta, hogy annak idején Sóston, mikor olyan 6000-en voltak, akkor így körbenéztek, és milyen kevesen vagyunk. Jó, tehát annak is, ennek is megvan tényleg az oka, tehát hogy ma már annyi a konkurencia, hogy az dégen a csillag egy meccs kapcsán, tehát ha csak másik meccset akarsz választani, akkor is tudsz menni, akár városban, akár tényleg 30-50 kilométeres körzetben, tényleg mozi, színház, egyéb dolgokról ne beszéljünk, és nyilván nincsenek akkor a sztárjaink, ami kivonzák a nézőket a lelátóra. Hát a nosztalgia az mindig nehéz, és nyilván kétélű dolog, mert valóban van ennek jogos része is, hiszen tényleg volt, amikor... Hát nem Brentfordba születtünk, hát milyen jó lenne mesélni most. Na jó, gyerekek, hát nem volt igen, bocsánat, de azért, amikor a Chelsea-vel játszottunk, az ülői úton, akkor tele volt. Hát ezt mondom, hát arra kimegy, tehát hogyha hozod egy olyan nevet, és holnap után leigazolod tényleg Vittorio Cristiano Ronaldo-t, akkor teltház lesz, amíg itt lesz, aztán megint eltűnik, tehát hogy... És onnan, tehát lehet ezzel a tendencián simán változtatni. Valamit Ronaldo-ról, nem akarsz. Köszönöm szépen, azt mondta, hogy nincs Manchester United, úgyhogy szomorúan hallgatok. Ignoráljuk. Forrosok vagyunk. Gyakorlatilag lejárt. És elkezdek most már szurkolni egy angol csapatnak, mert mindig állom, hogy United-et hallgatom. Hogy nekem is ők a legszimpatikusabbak ebből a szempontból. Szóval United... Csinálunk egy United-es külön kiadást. Gyakorlatilag másfél perc hiány lejárt az adásidőnk, úgyhogy nagyon nem tudok már új témát feldobni. Azt azért a Kajzitól kérdezném óvatosan, vagy tőletek, hogy mit tippelnek, hogy bemaradnak-e a kézislányok az NB1-ben, mert én itt a múlt heti csúszkálásaink közben egyszer talán egy felvonón kérdeztem a Kajzitól, hogy te kieshetünk, és még azt mondta, hogy még az is lehet. Én kiestem a felvonóból, a csapat meg nem maradt. Igen. Fél perc alatt járjuk körbe a témát. Ez egy héttel ezelőtt felvetődött egyébként az asztaltársaságban. Hát megoszlottak talán a vélemények, de... Azóta kikaptunk Siófokon. Hát szerintem az... Az papírforma. Az azért. Nem mondom, hogy papírforma, azért belefér. De megoszlottak a vélemények, volt, aki azt mondta, hogy nem, de úgy emlékszem, hogy a többség azt mondta, hogy meg lesz a bentmaradás. Hát... Ha Vasast itthon nem verjük, akkor lehet meg Vasas, bajom, ugye? Moson-Magyaróvár, az, tehát ott azért brillírozni extra. Igen, azért szerintem egy 4-5 pont kell, és akkor kényelmesen bennmaradunk. Nem gondoltam volna egyébként, hogy így fog alakulni ez a nem, én sem egyébként. Tehát hogy a szezon elején az nagyon oké, Vasas otthonában kikaptál, első meccs, izgalom, fiatal csapat, stb. Játszották tök jó meccset a Győrrel, a Fradival. Ott az Érd az olyan volt, hogy azt hozni kellett volna, utána volt 3 meccs, 5 pont, én azt hittem, hogy tényleg elindulunk fölfele.
Hát egyelőre ez arra elég, hogy ugye három csapat legyen a csapat mögött jelenleg a táblázaton, de abból kettő ugyanannyi pontszámmal. Ha más nem, abba kell bízni, hogy megint lesz valaki, aki annyira kilóg lefelé, csak nem úgy tűnik nincs, egyelőre. Nincs most egyelőre, így van. Jó, biztos beszélünk majd még róluk is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva jön ismét Kezdőkör. Viszontlátásra. Game.